Az országos faültetési program keretében 20 darab gömbszivarfát ültettek el civilek Beleden. Major Enő polgármester elmondta, szeretnék folytatni a város fásítását. Az országos fásítási program, ha jól tudom, ez már tavaly is volt egy lehetősége és fordulója. Az idén pályáztunk mi is, tavaly nagyon gyorsan elfogyott a lehetőség, és az idejében az őszi fordulóra kaptunk lehetőséget, 20 fát tudtunk ezen a pályázaton elnyerni, és a szándék szerint a Rákóczi útnak a Városházától a fényesig terjedő szakaszára terveztük, ugyanis ezen a szakaszon, aki jól emlékezik a régebbi időkre, itt végig gömbakácok voltak, azok a különböző közműépítések, vagy egyéb tevékenységek, de főleg a közműépítés folytán elpusztultak, illetve kivágásra kerültek, és ez a terület gyakorlatilag itt a Városházától a Fényesig, a járda, gyalogjárda mellett, az ára között egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy hiányérzete volt az embernek, mindig is pusztaságnak hatott, tehát ide került ez a 20 fa. Milyen fákat ültettek el? Gömbszivarfákat ültettünk, amelyeknek a jellemzője az, hogy a törzsük akkora, amekkora, tehát egy adott, és onnantól, ahova a korona beoltásra került, a korona fog majd fejlődni. Amit hát majd, ha már akkora lesz, akkor ugye, mint a többi egyéb utcasorban álló fát is, ugye tél végén, tavasz elején meg szoktunk, vissza fogtunk nyesni, és így lehet ezt, hogy mondjam, méreten, kordában tartani. Várható-e folytatás? Vannak még a városnak olyan utcái, ahol mondjuk fákat lehetne ültetni, a van rá lehetőség? Hát igen, van, és azt szeretném folytatni, tehát ha a lehetőség lesz, és ilyen pályázat, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fát ingyen adják, nekünk csak az ültetéstől kell gondoskodni. Én maga az ültetés egyébként egy meghatározott rituálé szerint, hogy így mondjam, tehát közösségi faültetés itt a rituálé alatt arra gondolok, tehát minél többen veszünk részt, és ez így is történt ugye az elmúlt kedden. Nyugdíjasok, iskolások vettek részt a faültetésben, ezúttal is köszönöm a segítségüket természetesen. Ami talán nem nyilván azért is jó, mert gondolva akár a legfiatalabb korosztályra, tehát az iskolásokra, eleve magukénak érezhetik így, és nyilván én is felhívtam a figyelmüket, hogy ez a jövőnek készül, tehát őnekik is, annak a generációnak, illetve a nyugdíjasoknál pedig nyilván az unokákra gondolva, ők ezt teljes mértékkel átélik, és magukénak érzik, és nagyon szívesen cselekedtek. Visszatérve, hogy melyik a folytatás, tehát minden utcánk sajnos nem alkalmas fasorok ültetésére a járda és az út vonalában, hogy úgy mondjam, tehát ilyen módon, ugyanis elég szűk utcák vannak, és most, hogy a járdák megújultak néhány utcában, ugye mindenhol a korábbi növényzetet, pláne a túlmévet, a fákat ugye ki kellett, hogy vágjuk ki, és hát nyilván nem tanácsos újra hasonló helyzetbe kerülni, ugyanis ezek a fák már a meglevő járdát is fogalmazunk úgy, hogy tönketették, és nyilván nem célszerű, hogy ezt a most készült járdákat is, akár csak 10 év múlva is, de egy fagyökere elkezdje megbontani. Tehát nagyon körültekintően kell, hogy úgy mondjam, a fáknak a helyét megválasztani. Nyilván van még terület, alkalmas terület, és fogunk ültetni, pláne így, ha lehetőségünk lesz rá, de ezeket a szempontokat figyelembe véve, amiket az imént említettem. A zöld területek karbantartása folyamatos a városban, akár a városközpontban nagyon szépen kialakított, nem csak hogy le van térkövezve egy része, de a fákat is meghagyták, füves területek vannak a városban, játszóterek, tehát erre odafigyelnek, hogy ez tényleg zöld legyen veled.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ez talán lakosság is örömmel fogadja ezeket a helyzet, ezt a helyzetet, hogy azok a területek, amelyek hogy mondjam, korábban akár rendezetlenek is voltak, azok nem lebetonozva, nem leaszfaltozva lettek, csak természetesen, mint ahogy itt a mellettünk levő térről is beszélhetünk, a piac tér vagy főtérről, csak a legszükségesebb mértékben kerültek térkövezésre, illetve kialakításra. A többi az maradt a zöld felületként úgy, ahogy a természet megalkotja, illetve természetesen alakítva, tehát a növényzetből, a fás növényzetet, bokrokat, néhányat meghagytunk, illetve kiegészítettünk, úgyhogy ilyen egységes képet kapjunk, mint ami most is van, és talán mindannyiunk megelégedésére szépen néz ki. Köszönöm, polgármester úr. Köszönöm szépen.